Sziasztok! Ma egy nagyon izgi videóval készültem nektek. Volt már ilyen néhány héttel ezelőtt itt a YouTube csatornámon, és nagyon szerettétek. Úgyhogy ez most ismét egy ilyen első benyomásos, sminktesztelős, mini vloggal egybekötött videó lesz. Ebben a dobozkában van jó pár sminkújdonság. Ezeknek a nagy részét cégektől kaptam tesztelésre, viszont van néhány dolog, amit én magam vásároltam. Ezekkel fogok most egy sminket elkészíteni. Veletek együtt próbálom ki őket először itt a videóban, közben megosztom a gondolataimat, hogy miket tapasztalok. És utána egész nap rajtam lesz ez a smink, néha bejelentkezem majd, napvégén pedig lesz egy összefoglaló arról, hogy hogyan is teljesítettek ezek a sminkújdonságok. Úgyhogy erre számíthatok most, bízom benne, hogy tetszeni fog nektek, de még mielőtt belevágnánk, nagyon örülnék neki, hogyha feliratkoznátok a csatornámra, hogyha még nem tettétek meg. Minden szombaton jelentkezem új videóval, próbálom variálni a témákat, egyszer heti vloggal jelentkezem, egyszer valamilyen szépségápolással kapcsolatos videóval, de vannak babamama témájú videók is, úgyhogy szerintem mindenki találhat itt kedvére való tartalmat, de most nem is húzom tovább az időt, hanem vágjunk bele. Az intro alatt szerintem hallhattatok ilyen furcsa zajokat, amik Vincétől jönnek, mert hogy itt ül most velem az asztalnál, éppen reggelizik. Muszáj voltam most elkezdeni a videózást, amíg ébren van, ugyanis délelőtt valamikor jönni fog a mosógép szerelő, de azt nem tudom, hogy pontosan mikor, úgyhogy minél előbb fel akartam venni ezt a videót, mert nem szeretném, hogyha a mosógép szerelő közbeszakítana. De vágjunk is bele, mert tényleg soha nem fogok elkészülni ezzel a sminkkel. Ezzel a Catrice Prime and Fine Anti-Shine Fixing Sprayvel indítok, amit nem csak sminkfixálásra lehet használni, hanem akár mattító smink alapként is, ezt én magam vásároltam, és ezt igazából nem most próbálom ki először. És akkor jöhet a Bourjois Healthy Mix BB krém a 02-es medium árnyalatban, ami egyértelműen sötét nekem, úgyhogy ide is hoztam a Catrice Prime and Fine alapozó világosítót. Így néz ki egyébként a Bourjois BB krém. Annyira egyébként nem sötét. Mivel ez egy BB krém, így olyan nagyon-nagyon erős fedést nem várok tőle, de talán ebben a nagy melegben nem is kell. Viszont azt érzem, hogy nagyon finom illata van. Nem tudom megmondani, hogy mire emlékeztet az illata, de nagyon-nagyon fincsi. Nem tudom eldönteni, hogy ennek a BB krémnek van ilyen ragyogó finise, vagy csak az arcom fényessége üt át. Azt írja, hogy fokozza a ragyogást, úgyhogy ez nem egy matt BB krém. Na, hát így első körben azt látom, hogy szépen egységesítette a bőrömet ez a Bourjois BB krém, de nincs erős fedése, tehát azért így átütnek ilyen kis pirosságok, meg bőrhibák, de hogy alapvetően tetszik a bőrképem, láthatjátok, hogy ragyogó finise van, illetve ez elvileg segít elfedni a fáradtság jeleit is, amire igen nagy szükségem van. Egyébként 24 órás hidratálás ígér, és mindenféle vitaminok is vannak benne. Jöhet egy kis korrektor a szemem alá, a Maybelline Master Conceal korrektort fogom használni a 10-es fair árnyalatban. Ezt én magam vásároltam, és ezt sem először használom már, viszont annyira keveset hallok erről a korrektorról, pedig tök jó, hogy úgy gondoltam, hogy egy kicsit promózom nektek ebben a videóban, mert hogy nagyon-nagyon kevés kell belőle, és nagyon erős a fedése. Tegye fel a kezét, aki ugyanilyen hülye arcokat vág, amikor felviszi a szeme alá a korrektort. Gyorsan fixálom a korrektort egy kis Avon Mar fixálópúderrel. Illetve, hogy ne csillogjon annyira a bőröm, teszek fel a T-zónámba a Rimmel Stay-met púderből. A szemöldökömre csak egy színezett szemöldök zselét fogom felvinni. Én ezeket szeretem a legjobban. Ez ad egy kis színt, egy kis teltséget, tartást, és tényleg nem kell sokáig vaszakolni vele. Ez a L'Oréal Brow Artist Plumper, ami nem egy újdonság. Bocsi, hogy itt az első néhány termék az nem újdonság, de mindjárt rá fogunk térni azokra is. Hoppá. Közben amúgy bevittem Vincét az ágyába, mert elvileg aludni fog, ugyanis ma reggel is nagyon-nagyon korán kelt fel. Végre rátérhetünk a szemsminkre, meg az újdonságokra. Szemhéjalapként a Smashbox Photo Finish szemhéjalapot fogom használni. Ezt
Én rendeltem a Douglas webshopból pár héttel ezelőtt, de még nem volt alkalmam kipróbálni. Úgy látom, hogy ez egy eléggé jól fedő szemhéjpúder alap. Szépen elfedi a kis hajszálereket a szemhéjon. És egy icipicit ilyen tapadós, ami nem baj, mert az ugye azt jelenti, hogy jól bele fog majd tapadni a szemhéjpúder remélhetőleg, és ezáltal tartós lesz a szemsminkem, amihez ezt a Maybelline The City Kids Pink Edge palettát fogom használni. Ez ugye egy szem- és arcpaletta, ezek itt a szemfestékek, ez pedig egy pirosító, és van itt egy highlighter is. Én nagyon izgatott voltam, amikor megkaptam ezt a palettát, mert nem tudtam, hogy ez nálunk is kapható lesz. Ezeket a Rossmann drogériákban lehet kapni. Ezt az árnyalatot itt felviszem a mélyítővonalamra egy pufi ecsettel. Ops. Hát ez bizony porol, elég rendesen. Talán látjátok. Én mondjuk nem akadok ki azon egyből, hogyha egy szemhéjpúder porol, mert attól még lehet jó. Nem satírozódik annyira szépen, mint ahogyan én szeretném. Azt hittem, hogy pigmentáltabb lesz, megmondom őszintén. Ebből a sötétbarnás árnyalatból is teszek egy picit a mélyítő vonalamra. Próbálom szépen elsatírozni, de valahogy nem megy. De most azon gondolkodom, hogy lehet, hogy azért nem tudom szépen elsatírozni, mert nagyon tapad alatta a Smashbox szemfesték alap. Na hát ennyire sikerült elsatíroznom a színeket a mélyítő vonalamnál. Rátok bízom, hogy milyen lett, hogy nektek hogy tetszik. Most pedig ezt a gyönyörűséges, fényes, csillogos, bronzos árnyalatot fogom használni, mert annyira vonz és annyira kíváncsi vagyok rá. Ó, ez azért egészen szépen fénylik, de ez is nagyon porol a palettán. Viszont azért jó, hogy ilyen tapadós ez a Smashbox szemfesték, mert a szemem alá szinte semmi nem hullik. Így néz ki a szemhéjamon ez a fényes szín, szerintem gyönyörű szép. Felviszem a belső szemzugba ezt a fényes highlightert. Hogy ne legyen annyira mesztelen az alsó szempillasor töve, oda is teszek valamit, mégpedig ezt a színt fogom felvinni a külső részre, a világosabbikat pedig elsatírozom így középen. Fogom húzni az alsó vízvonalamat is, mert hogy kaptam két ceruzát pontosan erre a célra, szintén a Maybelline-től. Ezek a Master Drama Lightliner szemceruzák, és most jön az, hogy nem fogom tudni kibontani. 23 perccel később végre sikerült kibontanom ezt a két szemceruzát. Az egyik az egy ilyen rózsaszínes gyöngyházas árnyalat, a másik pedig egy pezsgőszín. Ide húztam belőlük egy-egy swatchot, hogy lássátok, hogy milyenek. Én úgy döntöttem, hogy ezt a pezsgőszínt fogom használni az alsó vízvonalamon. Hú, de nagyon jó pigmentált. Na, ezt nem kell 25-ször áthúzni. És akkor jöhet a szempillaspirál. Kettő szempillaspirált is küldött nekem a Maybelline, de amikor erről posztoltam Instagramon, ez a Lash Sensational Lashes with Oil Blend szempillaspirál, ehhez többen is írták, hogy nekik problémájuk volt ezzel a szempillaspirállal, mert hogy nagyon maszatolódott. Úgyhogy úgy döntöttem, hogy bevállalom és ezt fogom kipróbálni, mert tényleg nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy nálam hogy fog viselkedni. Nagyon-nagyon érdekes szilikonkefés spirálja van, vége felé picit elkeskenyedik, és van egy sor gumisörte, utána van egy kis szünet, aztán megint egy sor gumisörte, megint egy kis szünet, szóval nagyon-nagyon érdekes ez a szempillaspirál.
nem tapasztja őket össze. Így néz ki egy rétegben. Persze sikerült összekennem a szemhéjamat, na mindegy. Én nagyon picit teszek az alsó szempillákra is, ha már kifestettem a tövüket, de egyébként én ebben a melegben nem szoktam kifesteni az alsó szempilláimat, mert szinte minden szempilla spirál elmaszatolódik ott, csak a vízállóak nem. Pókláb szempilláim lettek alul. Így néz ki ez a szempilla spirál. Nem mondom azt, hogy el vagyok ájulva tőle. Azt írja, hogy teltebbek lesznek tőle a szempillák, ami egyébként igaz, mert hogy tényleg nagyon szép dúsak lettek a szempilláim, de én egy pici ívelést hiányolok, és most azon gondolkodom, hogy feltegyek-e még egy réteget. Ennek a videónak ez a lényege, hogy kipróbáljuk, mit tudnak ezek a sminkek, úgyhogy felteszek még egy réteget. Nos, így néz ki két rétegben ez a Lash Sensational Lashes with Oil Blend szempillaspirál. Nem vagyok maradéktalanul elégedett a szempilláimmal, de nagyon kíváncsi vagyok, hogy mennyire lesz tartós. Jöhet a pirosító, a Maybelline Dream Matte Blush krém pirosítót fogom használni, ez a 40-es Mauve Intrigue árnyalat, és ez egy krém pirosító, aminek egyébként gyönyörű színe van. Időről időre próbálkozom krém pirosítókkal, de aztán mindig rájövök, hogy igazából annyira nem szeretem őket, de ez tetszik. Ez tetszik, mert ahogy a bőrrel érintkezik, gyakorlatilag azonnal egy ilyen matt, púderes finise lesz, és olyan nagyon kis természetes hatás lehet vele elérni, nagyon könnyű eldolgozni. Mit szóltok? Szerintem nagyon szép. Jött egy kis highlighter is, mert miért ne, a Bourjois Le Petit Strawberry highlightert használom. Hú, ennek nagyon erős parfümös illata van. Tök jó, hogy matt pirosítót használok, és utána ráteszek egy highlightert. Oh, wow! Oh, csodás! Imádom a highlightereket! Biztos nem mondtam még ezerszer körülbelül, de hát nézzétek már meg, mennyire szép fénye van. És végül, de nem utolsó sorban az ajkaimra a Maybelline Vivid Hot Lacquer szájfény, vagy mi ez? Folyékony ajakrúzs. Szájfénynek nevezik. Ez a 62-es Charmer árnyalat, 4 árnyalatban kapható. Nagyon érdekes az applikátora, mert láthatjátok, hogy picit ilyen hajlított, és a közepén van egy ilyen mélyedés, ami így azért jó, mert ott megtartja a szájfényt, tehát nem kell mindig belemártogatni újra és újra a tubusba. Nagyon-nagyon tetszik ez a szín. Gyönyörű. Ugye ezt szájfénynek nevezik, de azért egy szájfénnyel jóval pigmentáltabb. Minimálisan ragacsos, de nagyon kényelmes érzés az ajkakon, és nagyon tetszik a színe. Ezzel el is készült a sminkem, nézzétek meg jól, mert hogy nem tudhatom, hogy meddig fogjátok így ebben az állapotában látni ebben a videóban. Nekem egyébként nagyon tetszik a végeredmény, különösen az ajkaim, illetve a pirosító és a highlighter. A szemsminkem az nem lett tökéletes, de a fényes szemhéjpúder ez egyébként nagyon-nagyon tetszik, és hát a szempillaspirálra kíváncsi vagyok, hogy el fog-e maszatolódni, mert hogy nagyon-nagyon meleg van ma is. Úgyhogy rendesen tesztelés alá lesz vetve ez a smink, de tartsatok velem, és nap végén pedig jövök majd az összefoglalóval. Mindig elfelejtem mondani ezekben a sminktesztelős videókban, hogy mikor készítettem el a sminkemet, de most eszembe jutott, úgyhogy megmutatom, hogy 9:30 van, úgyhogy innentől indul a tesztelés. Ezben egyébként Vince elaludt, amíg videóztam, és arra gondoltam, hogy lehet, hogy csinálok egy Instagram live-ot, mert már nagyon-nagyon régen volt, és nagyon szeretek live-ozni Instagramon, mert mindig tök cukik vagytok, meg tök jót beszélgetünk, mindenféle kérdéseket dobáltok be nekem, amikre igyekszem válaszolni, és akkor egy ilyen tök jó beszélgetés alakul ki, úgyhogy nagyon szeretek live-ozni, csak nagyon ritkán jött időm rá mostanában. Kb. 20 percet live-oztam, mert hogy felébredt Vince. Mosógép szerelő még mindig sehol, úgyhogy én most 10 óra ígni fogok, mégpedig egy teljes kiörlési cukormentes kakaós csigát. Úgy érzem, hogy ez a Maybelline ajakkence eléggé ragadós.
Kicsit így összetapasztja az ajkakat, pedig nagyon-nagyon tetszik, de szerintem most tele fog ragadni morzsával, így evés közben, úgyhogy lehet, hogy kénytelen leszek majd lemosni és újra kenni. Nem kentem újra ezt a Maybelline Vivid Hot Lacquert, és még most is nagyon szépen látszódik az ajkaimon, annak ellenére, hogy ettem. Egy átlag szájfényhez képest azért sokkal tartósabb, de valóban van egy ilyen picit tapadós, ragacsos érzete, de ettől függetlenül eddig nagyon bejön nekem. Nemrég ment el a mosógép szerelő, és vehetünk egy új mosógépet, mert hogy a mostanit körülbelül 60 ezer forint... Igen, 60 ezer forint lenne megjavítatni, aminek egyszerűen nem látom értelmét, mert ha egy picit hozzáteszünk, akkor tudunk venni egy újat, úgyhogy marhára örülök neki. Tehát nem áll meg az élet, mosni muszáj, összegyűlt egy csomó mosnivaló, úgyhogy megyünk mosni a Bubbles-ba, és szerintem amíg ott mos majd a gép, addig átugrunk a Montparkba is. Kettő van, úgyhogy szerintem itt az ideje egy komolyabb sminkcsekkolásnak. Körülbelül 4 órája van rajtam ez a smink. Most értünk haza a mosodából, úgyhogy azért mászkáltam most elég sokat a melegben, illetve a mosodában nem ment a légkondi, vagy lehet, hogy nincs is egyáltalán légkondi, de nagyon-nagyon meleg volt, úgyhogy ott is eléggé izzadtam. Éppen emiatt a BB krémről úgy érdemben nem nagyon tudok nyilatkozni, mert hogy rengeteget törölgettem zsepivel az arcomat, úgyhogy biztos, hogy letöröltem egy részét, de azért még most is úgy eléggé egyben van az arcom szerintem. A highlighter az még most is gyönyörűen látszódik, az valami csoda. A pirosítót is látom egészen szépen. Az ajkaimról gyakorlatilag teljesen eltűnt ez a Vivid Lacquer, mert hogy rengeteget ittam üvegből, úgyhogy ezt sajnos nem igazán bírtam. A szemsminkem szerintem egészen jól mutat még, viszont amitől tartottam, azt itt láthatjátok, a szempilla spirál egy picit már elkezdett maszatolódni, amit mondjuk nem csodálok ebben a hőségben. Még nem annyira vészes, de azért már látszódik, és szerintem, ha még elmegyek majd Liliért is a bölcsibe, akkor utána lehet, hogy már komolyabb nyomai lesznek a szemem alatt a szempilla spirálnak. Még van egy kis időm, mielőtt indulunk Liliért a bölcsibe, úgyhogy arra gondoltam, hogy csinálok nektek színmintákat a Maybelline palettáról, hogy ne csak azt a pár színt lássátok, amit ugye használtam a sminkhez. Ez itt a pirosító, ez ha jól látom egy matt pirosító és nagyon-nagyon pigmentált. Ez itt a highlighter, ami hát nekem annyira nem tetszik, mert hogy aranycsillámok vannak benne, és én nem igazán szeretem a csillámos highlightereket. És akkor ezek itt a szemfestékek, ezeknek nagyon változó a textúrája. Vannak, amik nagyon-nagyon bársonyosak, például ez a matt szín itt, ez valami csoda. De szerintem láthatjátok is, hogy nagyon pigmentált, abszolút egyenletes, egyáltalán nem foltos. Ugye ez, amit használtam a szemhéjamon, ez a csillámos bronzos szín, ez gyönyörű, ez is nagyon jól pigmentált. Ez a szemhéjamon sem teljesített túl jól, és azért itt is látszódik, hogy egy picikét foltos talán. Úgyhogy abszolút vegyesek a színek ebben a palettában, és az érzéseim is. A szín összeállítása egyébként nagyon tetszik nekem, de a festékek minőségével nem vagyok maradéktalanul elégedett. 3:45 van, és megyünk Liliért a bölcsibe. Még mindig baromi meleg van, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy még jobban el fog kenődni a szempilla spirálom. Hazaért a férjem, úgyhogy én most gyorsan elszaladok a Mamutba, mert el kell intézem néhány dolgot. Nem jutottam hozzá a sminkemhez, csak újra kentem a Maybelline Vivid Hot Lacquert, de amúgy mindent úgy hagytam, ahogy van, és szerintem ha hazaértem, akkor utána jön a végső becsekkolás. Nyolc óra múlt, és ahogy ígértem nektek, itt vagyok az utolsó becsekkolással, most összegzem a véleményemet az újonnan kipróbált sminkekről. Ugye 9:30-kor készítettem el a sminkemet, tehát több mint
10 órát volt rajtam, és hát ez mostanra már igencsak látszik, mert a szempilla spirálom az bizony összemaszatolta az arcomat. Ugye az alsó pilláimnál kenődött el. Nyáron nem szeretem kispirálozni az alsó szempilláimat, pont ezért, mert ott szinte mindig elkenődik a szempilla spirál, kivéve a vízálló spirálokat. Úgyhogy ki fogom még ezt a szempilla spirált úgy is próbálni, hogy csak a felső pilláimat festem ki vele, mert azért jó, oké, itt elkenődött, de felül viszont nem, szóval lehet, hogyha csak felül festettem volna ki, akkor nem kenődött volna el, úgyhogy egyelőre vegyesek az érzéseim ezzel a Maybelline szempilla spirállal kapcsolatban. Amit nagyon-nagyon szerettem, az ez a Maybelline Vivid Hot Lacquer, hát szájfénynek nevezték ezt a sajtóanyagban, és valóban úgy viselkedik, mint egy szájfény a tartóságát illetően, bár szerintem azért egy átlag szájfénynél tartósabb és pigmentáltabb is. Nekem nagyon tetszik a színe, nagyon tetszik, hogy ilyen bársonyos finise van, egy icipicit tapadós és ragadós, szóval aki nem szereti az ilyesmit, annak nem lesz a kedvence, de nekem bejött. Aztán nagyon bejött a Maybelline pirosító is, ugye ez egy krémpirosító, és azt tetszik benne, hogy gyakorlatilag ahogy a bőrhöz ér, ilyen púderes állaga lesz, matt finisse van, tényleg nagyon tetszett ez a krémpirosító, magam is meglepődtem egyébként, hogy mennyire. A Bourjois Highlighter szerintem zseniális, még most is láthatjátok az arcomon, úgyhogy ez abszolút teli találat. Ezzel még fogok kísérletezgetni, mert vannak benne nagyon jó színek, amiknek nagyon jó a textúrája és a pigmentáltsága, de azért van benne egy-két gyenge láncem is. Így elsőre azt mondanám, hogy vegyesek az érzéseim ezzel a palettával kapcsolatban, de még kísérletezgetni fogok vele, mert azért van benne potenciál. A Smashbox szemhéj alap szerintem teljesen jó. Talán most már egy picit azért elkezdett összegyűlni a mélyítő vonalban a szemsminkem, de egészen eddig semmi gond nem volt vele, úgyhogy ezt biztos, hogy továbbra is fogom használni. Illetve nagyon tetszik ez a Maybelline Master Drama Light Liner, ami ugye gyakorlatilag egy ilyen vízvonalra való világosító, élénkítő szemceruza. Nagyon pigmentált és nagyon tartós, úgyhogy ez abszolút bejött nekem. Ezzel a BB krémmel kapcsolatban pedig hát igazából nem tudom, hogy mit mondjak, mert hogy baromira izzadtam egész nap. Olyan körülmények között is kellett tesztelnem, amikor nincs kint 50 fok, de egyébként, amit tapasztaltam belőle, az tetszett. És ezzel el is búcsúzom tőletek, remélem, hogy tetszett nektek ez a mai videó, hogyha igen, akkor nagyon örülnék neki, hogyha nyomnátok egy lájkot, illetve kommentben írjátok meg, hogyha ti esetleg próbáltatok már valamit ezek közül a sminkek közül, nagyon érdekelne, hogy nektek mi a véleményetek róla. Köszönöm, hogy ezúttal is velem tartottatok, legyen szép napotok, sziasztok!